Osling Camp, Schizo. Yeah, yeah, what's up? Persze, hogy ott van Schizo, hol lenne máshol? Hol a pokolba vagy, tesó? Shut up and listen to me. I was giving him a ride to the work site, and we were attacked by rippers. Oh, Jesus. Where? Outside of Rogue Camp. You gotta tell Iron Mike. Carlos is coming, and he is not going to stop. What do you think I've been telling? For months. Yeah, I'll let him know. We're heading toward Tumalo now. Boozer will be at the site in a few minutes. Well, that's great, because he owes the camp another half shift for the work he's missed. Steve, shut up! Istenem, ezek a munkamániás gecik. We took the scenic route out. Az, seggfej az. Azért mondtam, hogy barátod. A Kersa. Egy barátodtól elfogadsz mindent. Nekem is csak egy van. Akivel ezeket a dolgokat meg tudom beszélni, vagy át tudom beszélni. És totálisan vannak olyan dolgok, amiben teljesen máshogy gondolkozunk meg minden, de mégis. Mégis, hogyha együtt beszéljük azt meg, az teljesen máshogy hat ránk. Mint hogyha más emberre beszélgetnék. Olyankor beszéljetek egy család, akárki. Az lófasz nem számít. Túlélni nem ugyanaz, mint élni. 50%. Vram! Na, azt mondja, hogy itt van feladatunk. Mike, szia Mike, hello, szia. Boozer and I, we just had a run-in with rippers. They... Rippers? God damn it, you boys crossed the Iron Ridge. Deke, I told you. Megint le vagyok baszva. Mindig le vagyok baszva ebben a játékban. They were here in Rogue Camp. Rogue Camp? There were rippers in Rogue Camp? You sure it was rippers? Am I sure? Oh, Jesus, Mike, yeah. They're kind of hard to miss, you know, with the scars and acting crazy, killing anything that moves. All right, just calm down. We got a parlay with Carlos. Schizo's heading over to Iron Butte tomorrow. He'll find out what the hell's going on and then we'll... You're sending Schizo to parlay with Carlos, Jesus. Hát, az lehet, hogy nem túl jött lesz. Don't tell me how to run my campaign. Ne mondd meg nekem, hogy vezessem a táboromat. Is gonna hold. Lost Lake out. Hell, whatever you say, Mike. Azért már kezd faszátosan kinézni ez a motorbicikli, oda nézzék. Azért már itt már kell keményben. Nagy kipufogó rendszerek, minden. Vastag kerekek. De nem is itt van a feladatom amúgy, azt hittem. Na, mi a feladat? Azt mondja, hogy... Menj motorral a Marine Force templomhoz. Hát menjünk. This is Radio Free... Jó van, Copeland, nem akarom hallgatni a fasságaidat, elnézést. Jó, ide fogunk fasztravelezni most. Nekem is talán egy ember van az életemben, akivel meg tudok beszélni a dolgokat, amiket mások nem fognak fel, nem úgy látnak. Igen. Azért fontos ez, hogy mindig olyan emberre beszéld, mert... Igen, piás. Hey, Boozer, I'm heading up to Marion Forks. Marion Forks? What the hell for? As I decided... Hell, it's like you said, I've mourned her long enough. It's, time to say goodbye. Jó, ideje elköszönni, aha. Ja, templomhoz megyek, basz, majd vagyok. Jesus, Deke. Mi, hát itt mi van-e? Elvéző, pillanat. Lehet, hogy meghalt ez a fiatal ember is, akit meg kell tőle mentenem, de semmi van. Ez ilyen. Vannak veszteségek. Szóval azért jó az emberre beszélni, mert mégis ő tud rólad mindent szerintem. Sokkal többet, mint akár a családod, vagy akárki más. Hát, hogyha tényleg barátok vagytok az adott illetővel, akkor ugye úgymond megosztanak egymással mindent. Olyan dolgot is, amit máshol nem.
Az minden embernek kell a kibeszélés, még hogyha olyan emberek vagytok, mint én, hogy nem szeretek más emberekkel. Jó, ez most ilyen furán hangzik ilyenkor mindig, amikor streamerként ilyet mondok, de ez megint egy teljesen más világ. Mert mindig az adott ember tud rólad mindig a legtöbbet. És azért tud a fejeddel beszélni olyankor. Mert pontosan tudja, hogy milyen vagy. Nagy tankolásokba. Ez tök jó, hogy itt van mindig ilyen izé. Végtelen benzin. Megjöttünk a támpamhoz, jó napot kívánok. Itt voltak a nagy esküvők akkor. Esküvők. Az van kírva, hogy cancelled forever? Szóval eltörölték a mindörökkét? Az van kírva? Valami ilyesmi, nem? Mit csináltok a templomomban, köcsögök? Mindent tönkre kell baszni? Nézzük, úgy jött elő, érted, azt se tudja mi van, de már lövődöz. Azt a mindent! A shotgunos mindenségedet neked. Jó, kitisztítottuk a helyet. Most jöhetnek el visszaemlékezések most. Hát de hogy jött már elő ajtóba, érted? Így jött elő, hogy már még be se vette a kanyart és már lőtt. Már húzta a ravaszt. Ott lehettek volna a saját ebben is. You've each prepared your own vow. Fú, hogyha nálunk ilyet csinálná, érted, hogy sapkába, meg ilyen izé, Jackie-be házasodná, megölnének, érted? Marika néni a szomszédban mondaná, hogy úristen, láttátok a kis Zolikát? Hogy nézett ki esküvőin? Sapkába házasodni? Úristen! I mean, not everyone. Feleség, nem. But I want you to know that that's how much you mean to me. That I would give up anything for you. Anything. This ring is a symbol of my love. A szerelmem záloga. It's precious. Has no beginning and no end. I love you. Na, már megint tönkre baszták itt az izét, visszaemlékezésemet. Szörnyű. Nem hagynak. Ez mi a faszom? Még valaki, aki bejön ezen az ajtón, az meghal. Itt úgyse jössz szá! Jó, mehet tovább. Ez egy kis reklámszünet volt. This ring is my promise. I'm always gonna love you. And I ain't ever gonna leave you. But you may kiss the bride. Oh, wait a second. Várj, egy kicsit, mert hárpa szem van. But only if you promise to ride me as much as you ride your bike. Well, I now pronounce you man and, well, wife. Szerelem van a levegőben. Okay, let me just go.
Mint hogy a saját esküvőmet látnám szerintem. Amúgy nem. Mondjuk édeskül nem lehet a templomba venni, nem vagyok megkeresztelkedve, úgyhogy én hitetlen vagyok. Don't worry. This is never gonna happen again. Engem csak a polgármester adhat össze, vagy izé. Hántóhat, eljötted. Az érdekes tűz effekt volt, de semmi baj. Belépek a templomba, bazd meg, és ezért megfordulnak a keresztek abba a pillanatban, érted? Emeltek templomba. Rögtön izé, 180 fokos fordulatot veszem a keresztek abba a pillanatban, elkezd égni a tűz, meg minden. Szevasz, hello, szia! Yeah, Deke, what's up? Nincs kezdet, és nincs vég. Remember that little church, the one Sarah and I got married in? Emlékszel arra a kis templomra? Hát most már így. Assholes trash in the place. Wish I'd been there. I'd help you kill them all. Messing with Sarah's church. Shit. Yeah. Anyway, just checking in. Peeking out. Amúgy ez egy brutál jó érzés lehet. Jó, nem mondom, hogy pont a izébe, a zombi apokalipszis közepén. De így motorozni, így a semmibe, tényleg egyetlen egy ember nem vesz téged itten a körbe, csak zombi. És aki totál szabadon így motorozgatni. Brutál lehet amúgy. Look, nothing, I'll tell you when I get there, Deacon out. Lehetne, hogyha lenne ilyen, persze. Bár szerintem vannak olyan tájak a világod. Ahová, hogy így elmenné, biztos, hogy egyedül lenné. Totál szabadon bárunk a felzó. Az egy dolog, de hát mi izék vagyunk, érted? Ki vagyunk edzve. A Nero tábor is megvan. Itt megcsináltam a hordát is, amúgy. Ezen a részen. There. Nem is erre... Mi az, hogy ott? Mi van ott? Nem is erre kérde? Oké, egy fő például. Íj, ez egy sikító... Fasz meg. Fú, ezek a sikítók, hogy ide jöttek most. Ki hívott titeket ide? Nézd meg. Az ott mekkorát pattan, gumibogyó szörpeti ott. Rajta hát, bár a gumimaci újra hív. Télen is nyáron. Hova a tökönbe kell itt menni? Na 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 na. Nem vagy teleportálnék, de most van kedvem motorozni, érted? Most ilyen hangulatú vagyok. Jó, eddig tartott a kedvem motorozni. Úgyhogy most ide fogunk teleportálni, nézd meg. Menni kell. Ilyen a mackó létedá. Azt a mesét annyira nem szerettem soha, úgy. Hubgéj, törpgéj, jobb volt. It's okay. Open the gate. I worked at the Humane Society. Open the gate. Deacon St. John. Deacon St. John, szia, megérkeztünk itt a benzinér most. Your bike's drained, Deacon. Hát valamire emlékszek én is, de annyira nem. Annyira nem, még nem is nagyon. De nagyon picit. See you later, Deacon. Szavasz, Riki, folyamatban lévő munkánk van? Jobb, ha meggyújtasz egy gyertyát. Ez a feladatom most. A gyagyás tódi? Lehet.
Mondom, annyira nincs meg nekem már a gumimacék. Hubiki törpikig a sokkal jobban megvan. Mondjuk a Hubiki törpikének van eleje meg vége amúgy, srácok. Annak van olyan, hogy elkezdődött valahonnan az a mese és vége lett? Vagy ez csak így... Mindig történt ott valami és hirtelen voltak a törpök, vagy nem tudom. Van annak eleje meg vége? A Hubiki törpikének. Érted, hogy hogyan keletkeztek a törpök, vagy azért... Mi nincsenek nők? Én ezt totál nem vágom. Most soha vagyunk Ricky Kével amúgy? Meggyújtunk egy gyertyát? Azt tudom, milyen vastag kerekei vannak Rickynek, oda néz. Mondjuk már nekem is elég vastag. Zoom zoom. Hey, we're here. Shit. Swarmers. Tiszti zsög a benzin, azt a milyen motorra kvicigli oda néz. Ez egy szar. Maradj itt, Ricky, majd intézkedek. Rapot. Rapot kivárok, ez egy csókolat. Mit kiabálsz? Az bajs vagy? Jó, miért jöttünk ide, Ricky fiam? Hol vagy? Segíts Rickynek felmászni a villa, ha persze segítek neki. Várjál, mert veszünk itt azért. Egy kis muníciót. Na. Hova szeretnél felmászni, Ricky? Odaja. Na ott pulyák vannak, vigyázzál! Have you done this before? Nope. But there is a first time for everything, right? Right. Okay, come on, boost me up. Alright, ready? Uh-huh. One, two, three. Ready, let's go. If you fall, it ain't like I can catch you. Gee, thanks. I'll try to keep that in mind. Gyerünk, Ricky, csináljad! Azt a nagy villanyszerelő. Csak menj ne basszon a áram, oké? Okay? Ha már én nem teszem, akkor áram se. Hol? Most azt mondja, a picsába aprósa, most vette egy. Azt a kurva az... Engedd le! Ő enyém! Az is. Te fos. Halljátok TV2-ben a tünét, akaradjatok vissza aludni. Kezdődik a Boba Mester. Na, szedjétek ezt a magatokat már. Nézd meg, be kell tőttelem egy hűt az véget. Ricky meg vagy, minden rendben ott fönt. Most megbaszna áram és leeste, fú, akkor át rögnék. Kiszakadna belőlem. De biztos nem fog ilyen történni. Szerintem, amíg nem öljük meg a utolsó kuját, addig ez örökké ott fog szerelkezni, nem úgy. Hát persze, hogy már jön is lefelé, látod? Abba a pillanatban kész lett. That was fun. Yeah, we're gonna have to come out and do this again sometime. Yeah, I'll talk to Schizo about getting some barbed wire around this. It'll keep the newts off. Yeah, sounds like the kind of shit job he likes to give me. You'll live. Come on, I gotta check something else out. Okay. Itt az éjasztál, itt azt a... Most ez a eleje vagy a hátulja? Az ott betekeredett az a fiú. Tiszta Voldemort. Na, hol megyünk, Ricky? Ricky! Fú, egy jó Harry Potter végigjátszást is adnék, csak hát ugye ezt nem tudjuk meg megoldani. So, your old lady? Okay, how the hell did... It's not hard to put two and two together, D. Mi az, hogy mi van a feleségemben, baszd meg? Hogyan felejtsd meg, hogyha állal róla beszélek? Melyik Harry Potter? Hát összes. 1-től 7-esig, csak hát ezt nem tudom megcsinálni sajnos. Something like that. Mert sajnos tudom elindítani PC-t. No. Normálisan. I'm sorry.
Kéne egy PS1 gyomú. Let's just drop it. Okay. Hazaértünk. Wow. Word gets around. Hát én tudom, hogy volt. Hát januárban a retro hónap alatt szerintem egy 8 órán keresztül szerekeztettem, hogy el tudjam indítani, de nem sikerült. El tudtam indítani, amúgy elindult. Volt egy, amikor már beindult a dolog. Csak nem volt 100%-os. Van-e összes PC-re? Egyestől egész hetesig összes van PC-re amúgy. Vagy volt. But we got one thing in spades. And without that, van áramunk. Ez az. That one thing is trust. Now a while ago, we had some more drifters ride into camp. Some of you said kick them out. We ain't got enough for ourselves. Some of you said we can't trust them. Tonight is proof of what I've been saying all along. We need everyone. I mean everyone. Az a legrosszabb, amikor valaki elkezd zendülni egy csapatba. Ez mindig ilyen. Amikor valaki többet akar, vagy valaki okosabbnak hiszi magát. Az mindig bomlasztó. Ricky has been doing just that. She can't do it alone. She needs help. Tonight is gonna happen because we welcomed a drifter into our camp. And we allowed him to earn our trust. Tonight, we take one more step out of the darkness. Ez az, tudunk lámpafény mellett dugni, innentől kezdve, ez az. Nem kell sötétbe. Erről most a Last of Us világ jutott eszedbe? Már most mire? A dugásról, vagy melyik részre gondolsz? No, don't be. She's been dead a long time. Still, it can't be easy to get your hopes up like that, only to... I don't know. I wish there was something I could do. Mennyire durva, hogy abban a világban létezik, hogy léteznek olyan közösségek, városok, ahol normális életet élnek. What? Hát igen, muszáj valahogy. Okay. Muszáj valahogy túlélni embernek. Addie, now the lights are up. I don't think she's here. Addie, you here? Eddie eltűnt. Okay, well, strip. Jó, akkor vetkőzi, akkor majd én... Strip what? Micsoda? Sit on the table. Hey, look, it's nothing. Deacon, do you want an infection? Ez a nő cökcelni akar. Ezt már mondom régóta. An engineer, Deke, but that does not mean... Aha. That I don't know how to treat a cut. Yeah, I never would have guessed the way that you were. És mindjárt megjön ennek az asszony, és megkérde, hogy mi a fasz csináltak ti itt? Mi ez a mesztelás? All right, this might hurt. Just a little bit. Ready? Oh, Jesus. Okay. Really? No, I want to just wait for Addie to come back, huh? Hang on. There. It's done. Big baby. De azért ott van a borotvált melkas. Yeah, you did. Érted, a nagy zombi apokalipszisban azért le van a borotvált melkasok, nem minden. Jó, ez már szexes nézés volt. Oh, wow. You really have... Jó, most elkezdődik a tetkó nézegetés. Sötétbe, a gyertyalámpa fény mellett. Where was this one? A gyertyalámpa fény, ez egy új szó. The MC or after? What about this one?
Amúgy most vettem észre, hogy ott van a nyakán kírva, hogy szara. Ott már simizgetések vannak, jó napot, simi. Nem bírom ezt a feszültséget. Na, ennek ide kellett jönni a bazmeg. A Berényi Zsolt benézett. Why don't you come back tomorrow? Jó, itt már azért kinyílott a gát. Ott már azért megfeszült a bugyi rendesen. Ezek már azok a pillanatok, amikor egy érintés, érted, és azt veszed észre, hogy pat meg izé vannak körülötted. Patakok, érted? Maybe one day, stop and light a candle. It can get pretty dark and cold out there. A KFT-t? Vagy a KFT-s? Az, a barátok köztös Berényi Zsoltra gondolta. Vagy Mikire, elnézést, nem a Zsolt, Miki. A sötétből... Megdolgozzunk érte? Aha. Jó, nagyon megyünk a sztorival most. Haladunk, bazd meg. Micsoda három képességem van? Azt a leborultat. Kevesebb zajcsapsz, mozgás vagy földetérés közben. Növeli a túlélési nézet hatókörét. És jó, akkor ezt a kettőt fogjuk. Mit akarok én amúgy itt? Csökkenti a lesilapodás idejét állóképesség visszatérése közben, mert amúgy itt is vannak ilyen nagyon jó cuccok, ezeket még nem tudom, hogy... Növeli az összes lőfegyver lőszerre befogadás képességen, és itt mi van? Ja, hogy itt még... bazd meg! Ja, jó, akkor itt kell folytatni ezeket. Esélyt ad arra, hogy közelhagy fegyvereket döntő találat, igen. Képesség a normál emberi ellenség, vagy rajzolóállásból végzett megtámadására közelharcban, vagy megszédüljön. Képesek egy gyors grúlásra való felépülésre. Na, megjöttek. Ezt nem értem. Jó, itt a mesterlövészi dolgokat itt nagyon kimaxoltam. Ez nagyon sokat segít az, hogy nagyon nagy izék legyünk, rajok legyünk. Érted? Jó, elkötöttem összes képesség. Jó napot! Hello, van itt valaki? Addy. Hey, Deacon, how can I help you? It's Boozer. Is he okay? He's not. He's not sick or anything, it's just, I don't know. Well, I told you that it was gonna be a big adjustment. Do you have any drugs around here? Like antidepressants, something like that? No. Sorry. Okay. Wait. I heard about what happened. How we went after those guys who were killing those dogs. Yeah, and he nearly got us killed while doing it. Well, maybe that's your answer. Nearly getting us killed while doing it? Look, egy kutya. What does William love so much that he'd be willing to risk his own life? He doesn't need something to heal his body. He needs something to heal his soul. Thanks, Eddie. Azon. Valami a lelke meggyógyítására. Egy aspirin. Na! Hogy állunk itt történőgyelemek? Jó napot kívánok! Mert ma vásárolunk most. Deacon! I heard you were the one who got the lights back on. Oh, thank you so much. Ez a nő teljesen kimeidegileg. Yeah, well, Deacon! Ricky? I could kiss her! Just don't tell Bree. Jó, mindent föltöltünk. Yeah, good. És van nekünk egy izé.
egy ilyen kis pisztolyunk, nem? La 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 la. Aha, azt a mindenségét. Szereljem is fel a izét, SMP9-et. Yep. Nagyon jó. Okay. Okay. Azt a milyen uzim lett. Hey, Deke. Okay, mehetünk. You be careful out there. Na, következő feladat. Nagyon nagy feladatokban vagyunk. Horgászni ment. Motorozz ki, hogy kiszabadíts két túszt. A koplendéket leszarjuk. Szerintem kimegyünk és mindjárt fog kérni minket Ricky, hogy milyen helyzet. Vagy itt most nincs Rickynél valami? Mi odaírva? Folyamatban lévő munka. Milyen folyamat, hülye? Akkor ma hírni fog biztos. Hogy elugrott? Ajtó, ajtó. Na, kívülünk egyet. Na, és már Tucker. Tuckerrel nem akarok beszélni. Check the dig site. How's it going, Tucker? Sure as hell don't miss your shit. Így van, nekem rohadtul nem hiányzik a szartelepen. Hey, Dick, you there? Yeah. Szia, Eddie. Igen. Check this out. One of my patients overheard us. They might know we can find out the dog. Hey, I'm listening. There's a small resort south of Sherman's camp. A bunch of cabins in the woods. You know the one I mean? No. Okay, it's off Santium Highway. The same road you take to the old sawmill. And Ricky said she rode with you over there to see the horde? Yeah. And there you go. Okay, it's off Santium Highway. The same road you take to the old sawmill. And Ricky said she rode with you over there to see the horde? Yeah. The day you guys were gone all day. To the dam. Mondjad már, hova menjek! Yeah, I know what you mean. Megvannak zavarodva itt. Bunch of murderers and vagrants! Would just as soon shoot you as look at you! I see you hiding! De mit akarsz, te nő? Normális vagy? Meg fogsz halni, ha leszállok erre a motorbicikliről. Szeretnél meghalni? Fogoskázunk még egy picit? Ott a széklábával jössz utánom még? Vagy megfordulsz és eltakarodsz a kurva anyádba? He? Mit választasz? Lelőlek. Le foglak lőni. Nem baj? Meghalsz. Kiontom a életed. Nem lesz több baszás, digidugi. Szeretnél meghalni? Oké. Okay. Kegyetlen világ ez. Kegyetlen világot élünk, bazd meg. Túlélni nem ugyanaz, mint élni. Legyen, ahogy te akarod. Na, szerezzünk egy... kutyimutyit. Szerezzünk egy kutyát piásnak. Nagyon jól érezze magát, és ne legyen ilyen melankolikus. Tudja, hogy 85 millió zombi lesz itt. Vagrant camp. Bastards have been ambushing all the supply runs around here, haven't you? Egy szarvas nem lesz jó neki? Aha, igen, még valaki esetleg? Aha, az ki a faszom az? Jó napot kívánok! Nézd meg! Soha nem értem ezeket az embereket, hogy miért akarnak meghalni. Fut felém egy bottal, érted? Amikor a kezembe, meg a hátamon 80 millió fegyver van.
Még Dick, ez is. Nézd meg. Te hülye vagy? Semmi baj. Semmi baj. Még esetleg valaki szeretne meghalni még ma. Temetés rendezzünk, hívjam a papot. Aha, ott a WC-ben van valaki. Kinti budiba. Mi van itt? Úristen. Segítség. A kurva anyád! Te szemét. Bobby! Segíj, kutyi mutyi. Jó van, akkor gyere kifelé. Hol vagy? Gyere! Az egy husky? Vagy egy malamut? Vagy egyik, vagy a másik. Úgy néz ki, mint a malamut amúgy. Kis malamut. Vagy ház, nem tudom. Cuki buki! Hey buddy. Hello! Come here, buddy. Hi. Hello. All right, come here. Okay. Oh my God. All right. Fine. Have it your way. Okay. Na, most arra egy kis kutyimutyink. Odaadjuk Piásnak, nagyon fog neki tetszeni biztos az ajándék. Nézd meg is itt horkúgat. Hey! What? Wake up, you lazy bastard. What's going on, man? What the hell's this? Shit. Oh, shit. Hey. Hey, how you doing, little guy? Hey, oh, easy. Hey, hold on, huh? Where'd you come from? Don't look at me. Yeah. Hey, you look a little thirsty. Let's get you some water. How's that sound? Ki volt a ti, aki akár? És emlékeztek, biztos, hogy volt már kezdetekben kiskutya. Vagy ilyen, ami még nagyon kicsi. Kiskutyáknak van ilyen illatuk, nem? Ilyen tipikus kiskutyaszag. Vagy én az nem tudom, minek lehet azt nevezni. Összes kiskutyának amúgy. Nagyon jó illatuk van? Nem tudom, hogy nagyon jó, de van az a tipikus kiskutya szaga összesnek. Baba! Az a baba illat, hogy ne. Na hát, ezek úgy csinálják itt a falatokat, hallod? Beszarsz. Megyünk, mint a gép. Jó, most... Skizó, igen. Hát pont veled nem akarnék találkozni. Look, I know you're trying to help the camp. And I'm trying to help you help the camp. Meet me at the back of the lodge. Skizó out. Jó, Skizóval kell találkozni most. Randizni akar velem. Izének, Piásnak milyen kis zéje lett. Vityillója, nézd meg. Tök jó kis házikója van. Na, hol van Skizó? Hova kell mennünk? Azt mondja, ja, itt van a táborzba. Vigyázz rájuk. Történet szerinti munka próbálja megmenteni a tábort. All right, I'm here. What do you want? Hold on. Mi történik itt? Ez valami nagyon nem tetszik nekem ez. Ha bejössz, megmutatom, aha. Hey, I've been thinking about your idea. You know the one where you want to seal the cave north of the camp to cut down on the hordes passing through our farm area? Okay. Problem is, Mike hasn't been able to find any deck cord for this, has he? No. But I know where you can get some. Right here. No. I know what you're thinking. I get it. No, that's okay. In the middle of Ripper territory. Last time I went through there, you got it didn't... meds that saved your boy's life.
We get the debt cord, we blow the cave, boom, goodbye Horde. Uh-huh. Uh-huh. It was your goddamn idea. Look, they have sealed the goddamn border. They sealed the tunnel. If I go through there, I'm starting a war. I got a plan. Besides, I'm going with you. Keep your ass out of trouble. Abby, boy, let's go. As much gear as you can. Hopefully we won't be able to. You never know. And then meet me here. Here. Because there's a trail that goes over Iron Ridge. What? Right there. What are you talking about? Just trust me. Jesus. You in? I'll see you there. Woo-hoo-hoo! Uh-huh. Mindig bele rágottak a rosszba. Ebből baj lesz. Szavasz, David. Hello, szia, mi a helyzet? Na. 800 méterre kéne menni. Szerintem föl vagyunk tankolva itt... Ez mi volt ez? Na mindegy. A lényeg az, hogy most főtankolunk. Főtankolunk mindent is, benzint is, meg oda néz, milyen körforgalom van itt. Jó kis körforgalom. Lehet mindig körbe-körbe menedik. Na, igen, ide akartam jutni. Gyorsan benyát fősz, rakunk magunknak ide most. Deacon, good to see you. Itt van asszonyom, néznek, ez mindig akar valamit tőlem. Szóval, készlet. Tele. Gyorsan feltöltsük. Fasza. Okay, then. Jó, benzin az elég lesz, szerintem. Látunk. Semmi új, végre nyár van itt Angliában egy hétig. Egy hétig, aztán jön első megint, vagy mi? Amúgy én bírnám azt. Én szeretem elsőt. Sokkal jobb lenne, amikor egy egész nap esne, mint hogy ez én nyár legyen. Tudom, hogy ezzel angliaiak biztos nem így vannak. Nem szeretnéd? De hidd el, hogy szeretném. Hidd el, hogy olyan vagyok, hogy... Sokkal jobban csípem elsőt, mint a meleget. Bármi lehet a időjárás, én még itt nem. Ezért fújhat a szél, havaszhat, ezért döröghet a jég, csak ne süssön a nap. 40 fokokba. Megyek mászkizol, nyugodjál le. Úton vagyok. Mi a helyzet, Ricky? Mondjad. Nem érek most rád, elnézést kívánok. Utol vagyok. Meg a nagy verekedések mennek. Hát most... Kocsi, nem tudok segíteni rajtatok. Nem érek rá. Egyszer volt 32 fok, 2 éve, és bezártak minden munkahelyet. Az igen. Nincsák hozzászokva akkor ott. Hey, szevasz, kizó köcsök! What we're gonna do is go in through their goddamn back door. Azt mondja, kibaszott hátsó ajtón. On foot? You never told me we're going on foot. Remember what happened the last time you took your noisy ass bike in there? Good point. Hey, they never even see us. De ott minden héten esik eső? Szóval ott ott mindig van eső? Vagy hogyan kezdte elképzelni ezt? Wait, the old man told you that? Nincs egy, biztos, hogy van olyan hét ott, ha nem esik első, nem? Yeah, sure. Okay. I guess there's no harm in you being in the know. Seeing as how you and your bro are part of the camp now.
Well, it must have gone well, seeing as how we're just going in through what? What'd you call it? The goddamn back door? Mondjuk ezt meg kéne szerelni. Amennyire lehet. The meet and greet? Szerintem lesznek pofaszkodások, minden ilyesmi. Nem mindig csak ilyen 90%. Érdekes, az angol leddiak általában meg tök jó időben vannak, mindig életemben két eső szilveszteri versenyt látnak. Ez a legnagyobb problémával úgy. Hogy igen, szilveszteromban vannak, akkor már nem esik első. Pont akkor, amikor a futamban, akkor ezek nem esik első. Amikor vége a futamnak, akkor már elkezd szakadni. Mint hogyha ezt beállítanák, bazd meg. Vagy pontosan tudják, hogy mikor kell oda menni, hogy pont abban a szezonban legyen, amikor nincs eső azon a héten. Ebben a évben volt már elsős futam, még nem, hogy... Ja, de volt, vagy nem? Vagy nem? De nem volt még elsős futam. Ebben a évben szerintem. Aztán még nem. Ezen a héten 25 fok van, jövő hét full eső. Lehet, hogy Angliába kéne költöznem amúgy. Nekem is. Hát, hogy el kell gondolkozzak rajta. Mondjuk a fordított forgalmat nem szoknám meg szerintem. Az egy bánia van ott, hogy fordított forgalomban. Jó, és én most ide kemény, nem adtál kezed, te buzi? Pusztítsd el a farkasokat. I got him. Egy zombi belehal egy fejlővésbe, egy farkasba bele kell lőni, vagy négyet. Come on, come on, come on. Szia, Szögi! Áó! Hát, te csebe ne... Elnézést. Ma láttam jobbkormányos Felíciát. Angliába? Az igen. Ez úgy szép. Ez úgy szép, hogy valaki fölnyomta magát Angliába egy Felíciába. Az komoly. Ja, hogy jobb kormányos! Ja, elnézést, de akkor... Aha. Aha. Az úgy érdekes. De akkor az már ilyen átalakított volt szerintem, nem? Szerintem nem nagyon gyártottak Skodákat Angliába. Nem átalakított volt? Igen. Az komoly. I'm sure Iron Mike loves you rifling through his shit. What the old man doesn't know won't hurt him. Sure. Anyways, you see the trail's in bad shape. Oda nézzük, vannak egy csokikák, minden. Úgy rakod be egyes, mint egy ötös raknál. Bal kézzel. Hát nem szeretnék hozzászokni egy jobb korványos autóhoz. Mindent, ami eddig benned van, a berögződések, a minden, az teljesen megfordul, ez nagyon szar lehet. De ugye rengetegen vannak, akik mit tudom én, állna utaznak, vagy valamnas, akkor egyszer itt vezettek, egyszer ott vezettek. Nem tudom. Let's go around. I don't want any part of that. How was that? I want to see it. What? You got a death wish? Not anymore. Look, I want to see for myself what these assholes go through, you know. Rest in case get low, I'll let you. Okay, okay. But you stick with me. We get separated, and we're in deep shit. Following you. Ezek aztán full betegek, ezek a kopacok. Nem picsázzak, de rendben ölhessük meg őket összesült. Sok favorit is volt már, ami jobb kormányos volt. Hát mondjuk az már elég öreg, tényleg. A Felicia se új, de a favorit aztán már tényleg. Az full 90-es évek. Eleje. Hú, első autón favorit volt amúgy. Milyen jó is volt. Amikor első autómat megvettem és izé volt favorit. Legnagyobb autó volt. Amúgy azt nagyon szerettem. Jártam vele diszkóban, minden kurva jó volt. They don't feel the pain. Well, let's go around. That's what I was thinking. Never seen anything like that before? No, not like that. Me either. That's
Barátom, automata kocsiját jó vezetni, nem kell baszakodni. Hát de igen, de akkor is azért. Akkor is jobb oldalon ülsz. És nem bal. Én még ilyen szimulátor játékokban se szeretek olyan autót vezetni, ami ahol jobb oldalt van a kormány. Valahogy nem érzem úgy egész autót, mint hogy a bal oldalon ülök. Hát elhiszem, hogy egy után mindent megszoksz, persze. Aha. Come on, we'll head cross country. Sure you know where you're going? It's me. És nem csapdába akarnak vinni most minket ez a büdös izé? Skizó. But you're sure this is the right way? Yeah? Why? A nagyon úgy tűnik pedig. I used to ride through here back in the day. What? My old lady used to work out here. There was a research lab east of Iron Butte Lodge. Anyway, I'd ride out here. I swear the transportation complex is back that way. Let's just keep going. You'll see. It's this way. A japán autók általában jobb kormányosok? Hát igen, mert ott is. Kínában vagy Japánban van fordított, vagyis ott is jobb oldalt, nem tudom, vagy mind a két helyen? Ott van jobb kormányosság, Japánban is, aha. Angliában meg is éve, nem? Ausztráliában, vagy Ausztriában, nem Ausztráliában. Meg Új-Zélandon, nem? Vagy ez ugyanaz? De hogy ennek mi értelme van? Ez egy akkora baromság. Érted, hogy az egész világon van ez standard, de valakinek mindig meg kell változtatni a dolgokat. Ez egy... Meg a másik legnagyobb fasság. Az, hogy van 28 millió ország, és mind a 28 millió országban más nyelven kell beszélni. Hogy saját korlátokat alakítsanak ki emberek egymásnak, érted? Legnagyobb baromság, amit egy ember megcsinálhat. De ez emberi butaság csak. Tiszta fölösleges. Azt mondja, itt még a ablak is fordítva. Az hogyan? Skizzo, we are not leaving. This is not why we are here. Aha, egy nép annyi nyelv. De hát ez a legnagyobb hülyeség. Miért nem lehetett egy standard nyelv? Miért kellett elkezdeni minden, megalakult egy ország, minek kellett kitalálni a saját nevet? Izét. Nyelvet. Ne rinyáljál már! Milyen jó lett volna, hogy mindenki tudott volna beszélgetni mindenkivel. Nem lettek volna ilyen akadályok, korlátok. De hát nem. Csináljunk mindent, minden hülyeséget, ami létezik. Komáromi kollégád van, szóval easy? Az igen. Az emberek mindig megtudták értetni magukat egymással? Az egy dolog, akersza. Ez most itt. De most érted? Nem kellene a játékot magyarítani, meg ilyenekkel foglalkozni, minden játékot megérteni, minden emberrel tudnám beszélgetni, nem kellene szinkronizálni, mert mindenki egy nyelvet beszélne, és milyen jó lenne? Ha, mit tudom én, ráírsz valakire, és akkor egy nyelvet beszéltek, nem az, hogy az én portugálul beszéltem, és csak nézve, hogy mi a fasz van. Ez minden, de ezt én így gondolom, érted, nem muszáj neked így gondolni. Nyugodtan lehet tanulni 85 nyelvet, az biztos jó mindenkinek. De ez ebből jött a oldalvezetés, és a jobb oldali vezetésből, mert ez is egy nagy fasság. Hát persze, hogy megölték, mert ott szembered csak az én. Kereszten. Na, már úgyis rift volt. Hm.
mindenki tudná a néma mutogatás? Hát igen, amikor nem tudsz valamilyen nyelven, és valaki elkezd neked karittyóri, akkor mutogatsz. Más nem tudsz csinálni. It's a fucking horde. No, that ain't no horde. What the fuck is it? Nem emberek találták ki? Akkor kicsoda? Földön kívüliek? Hogy ki a faszom? Hát minden lófaszt a világban, azt csak emberek találták ki, semmi mások. A minden szart. They're batshit fucking crazy. You ever seen their leader, Carlos? No. He looks crazier than any of them. Na értem, de valaki egyszer a égre is azt mondta, hogy az kék. Meg a fűre is azt mondta valaki, hogy zöld. Érted. Szia, Nicolettus, szia! Meg vannak a antibaby tablettáid? Jó napot! Most már fogsz tudni dugni? Elnézést, ezt most muszáj volt megkérdeznem. Nagyon nagy hével mentél el, és ezt, érted, ezt így most itt hagytad. Ezt a labdát így fődobva, úgyhogy ezt muszáj volt megkérdeznem. We have no idea what's in there, so let's look around. See if we can scavenge anything. Yeah, okay, sure. Why not? Take a look around and see if you can find anything. Gondolod, volt egy nyelve az emberiségnek, és akkor kitalálták sokan, hogy mi most más vagyok. Nem tudom, hogy volt a kersza. Fogalmam sincs. Nem voltam ott sajnos ezeknél a dolgoknál. Úgyhogy nem tudom, hogy emberek hogy kezdtek elbeszélgetni egymással, meg hogy hogyan és miképp. Hogy eléggé szerte széjjel osztódott mindent. Hú, ez egy komoly téma, mert itt belemehetnénk itt, hogy hogyan jöttünk létre minden, stb. Két emberből, vagy nem, vagy akármicsoda itt. Úgyhogy ebbe bele sem menjünk, hogy hogyan jöttünk meg mindent, mert ez, úristen, bombarobbantó téma. Gyűrű. Így van, mindenkit a gólya hozott. Milyen gyűrű? Van ilyen izé? Terhesség meggátoló gyűrű? Ilyen nem hallottam. Jó, avassál be minket, Nicolettus. Ez egy újdonság. Úristen! Okay, here we go. I never saw it. It was on me so fast. Fel kell helyezni, oda tudod. Oda föl kell helyezni, tudod. Várj, kinek, a nőnek vagy a férfinak? Ez egy hüvelytabletta? Gyűrű, elnézést, nem tabletta. Hüvelygyűrű, igen, és azóta nincs vérzés, úgyhogy szeretem. Micsoda? Nincsenek havi ízék? Mencik. De hogy főhelyezed ezt a gyűrűt? Nem tudom. A YouTube nézőknek mondom, hogyha valaki egyszer visszanézi ezeket a streameket YouTube-on, ez egy ilyen dolog. A Days Gone az erről szól. Csöcsök, seg, csöcsök és seg, és mindenféle ilyen dolgokról beszélünk. Ez van. Nekem is itt tanulnom kell, érted itt ilyen új dolgokat, amik vannak. Én elvesztem. Van egy olyan érzésem, hogy nem is gyűrű alakja van. Yeah, that can happen. Én nem tudom elképzelni, hogy milyen az. Azt már tudom, hogy hova kell főhelyezni, de hogy hogyan, azt még nem. Benne vagyok egy programba, és ingyen van. Forget it. Let's just go get the dead cord and get the hell out of here. Yeah, you got it, brother. Okay. Esküszöm, életemben nem hallottam még ilyen dologról. Here, help me, we can get it. Nem tudom, mi van. Oh, I don't know, man. Come on. De az nem rossz, hogy meggátolja ezeket a természetes dolgokat? Nicolettus. Okay, hogy havonta nincsenek itt vérzések meg gyerek, de az nem rossz, hogyha... Tehát. We still go in there. We got a choice. You ready? Pull.
De és gondolom akkor azt a nőgyógyász illeszti oda be, nem? Azt a gyűrűt. Az ő oda beteszi, és akkor behet az izé. A kufirc örökre. Úgyhogy nem lesz ő terhes. De mi az Isten akadályozza meg azt, hogy a kis spermike otthon átúszod. Azt, ami van itt, érted? Ja, hogy te. És minden... Jó, és ennek milyen formája van? Vagy hogyan tudod, hogy... bazd meg ezek a kérdések. Hogyan tudod, hogy milyen mélyre kell rakni, vagy hova, érted? Mindig a szalta, oda néz. Na jó, van, ti csak rakjátok fel a kérdéseket Nicolettusnak, én meg olvasok, mert ez már így is nagyon pervezett ez a stream. Már se gondoltam, hogy hüvelygyűrűről fog kapni linket akerától egyszer. De ez is megtörtént, hölgyeim és uraim! Mi van, puják? Jó, elintéztük itt a puyákat itt most. De nem összeset. Hopp, kilocsant a agyocska. Agyocska, faszocska. De amúgy az férfiaknak is van egy ilyen tablettájuk, nem? Vagy ilyen... Mi az Isten? Ilyenről már hallottam. Egy ilyen fogalmazásgátló tablett a férfiaknak van már, nem? Én még mindig amondó vagyok, hogy nem kell semmi se szedni senkinek. Csak vedd ki időbe. Yeah, let's just find the dead cords. És akkor semmi baj nincs. Foreman's office is up there. That's where they'd keep it. Oh, great. How are we gonna get up there? Come on, I'll give you a boost. Wait, you just want me to go first, in case there's something up there. Oh, you got me. Now, come on. Yeah, okay. Na, gyerünk, Skizo. Emeljél meg, mert itt már nem bírom ezt a témát. All right, you ready? Yeah. Up. Okay, up. Oh my god. Oh my god. I'm up. Give me a sec. Find something I can use to climb up. Akkor Nicolettus mostantól lesz nyugodva egy streameken. Here. Watch your head. Elvesztjük a perverz Nicolettust. Hát, hogy most már innentük ezve mehet dildó raktusok, érted? Not so hard. Na, akár átmenni nőgyógyász patikába. This has gotta be it. Bingo. Here, hold this open while I grab it. Why don't I just grab it? Why don't you sit down? Ja, hogy te már gyűrűzi 8 hónapja. Aha. As a matter of fact. Hát én elmondom a saját tapasztalataimat, oké? Okay? Hogy, hogyan vagyok a dolgokkal. Hogy mondjuk, nekem mi a legjobb. Nekem az a legjobb, hogyha egy nő fogalmazásgátló szed, persze. Minden férfinak az a legjobb. De én ezt nem várom el egy nőtől, mert tudjuk, hogy miért. A második legjobb dolog, az, hogyha csak simán csinálod, úgyhogy se, és az lenne az első legjobb dolog amúgy, de értitek, hogy miért nem. Szóval az a második legjobb dolog, hogyha csak simán csináljátok, és időben kiveszed dolog történik meg. A harmadik, ami a legrosszabb, és a legszarabb,
és a legundorítóbb, és a legfososabb dolog a világon, amit ki tudtak találni, az a ószer. Az a legszarabb dolog a világon. Soha. Fúj. Ah. Az a zoknit húzul a faszodra. Hát ez a legrosszabb dolog. Undorító. Jó, most hova kell vennem most? Köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Köszi. Köszi, köszi. Teszkós táska jobb. Mi, valaki úgy csinálta, a teszkós táskát húzottat a kire, vagy mi van? Azért az már durva. Az ószer nem csak arra van, hogy ne recsíz a jány Nuniába? Hát de! És ez fogamzásgátló szerint ez mire van? Nem, és hát nem arra. Hát azért, hogy ne recsíz a lány Nuniába, és ugye, hogy ott a spermikék ne termékenyítsék meg a lányt. Ott a benne lévő izét. Érted? Na igen, de hogyha... Oké, okay, most persze nem azt mondom, hogy igen, a ósz... Most így, hogy akár ezt így főhozta, igen. Na, nézd meg ezt a buzit! Hülye köcsök, Skizo! Tudtam, hogy át fog baszni. Igen, hogyha te olyan vagy... Elnézést, ezt még ezt is hozzá szeretném még tenni a dolgokhoz. Szóval, hogyha olyan vagy, aki mondjuk a diszkóban, minden héten más show kufer, kufircál, érted? Akkor használjátok ószert. Mert akkor megvédhetitek mind a kettőtöket attól, hogy itt ugye mindenféle betegséget elkapjatok. Persze, arra jó. De én most egyáltalán nem ilyenre gondoltam, mert én soha nem az voltam, aki diszkóban minden más WC-t megkeresett. Úgyhogy igen. Carlos. Igen, arra egy dologra jó a ószer, tényleg. Az az érez kemény, hogy elsős időtől ide jutottunk? Ez... Na, itt... elő szokott fordulni a dolog. Ne, csak ne égesd le! Anyám! Áó. I also remember something else I learned that day, something important. Everything about you, everything that makes you who you are. Oh, it can be burned away. Until nothing remains but your name. Can I be like a sex doctor? That's what the freaks are, you know. I learned that too. Hát én szerintem emlékszek minden egyes ószer használatomra. És tudom, hogy összes szar volt. Nem sok volt belőle, hála Istennek. We gotta finish this together, the three of us. Oh, yeah. One down. And what? About a dozen to go. Maybe more. What are the odds? The three of us, you, me, Boozer, still alive, brought together here at the end of the world. The fuck have you done to Boozer? Oh, he's not here yet, but he will be soon enough. Kurva vékony ószerek, igen, vannak. És az a legjobb, amikor mondjuk kiszakad és bele szakad a csajba.
Az tényleg kurva jó érzés. Kurva vékony ószernék. Már bentek, mint a gép, érted? Aztán az nem olyan jó a csajnak, hogyha a nőgyógyászok kell menni. Egy kicsi piszerni adó, kicsi piszerni. Itt van Liza! Itt van Liza! Ezek mind bolondok a fejükre. Teljes mértékben. Ezt a csajt mentettük meg, emlékeztek a zombik elő? Nézd, meg van zavarodva a lánka. Nekem gyurex is szakadt szét. Nem a minőség számít. Aha. Biztos, persze. Nem volt öreg. Még most is itt van a szekrényben. Megnézem a lejárati dátumot. Hát a vad alá nem szabad adni, érted? Ez mindig úgy történik első alkalomkor. Izé, húzzunk ószert, meg ilyenek. Hát lehet kéne, nem? Jó? Első 3 perc, ma így elrepül a faszba, érted? Jó, nem kell ez a hülyeség. Jó, el lettem engedve. El lettem engedve, úgyhogy most megpróbálunk kijutni innen. Lisa. Van egy kis késünk. Most így... Aha. Az ott megszurkáltó. Megszurkáltott a fiatal embert. Meg kell találni a fegyvereinket, meg ezeket a dolgokat. Aha, hogy ezt így nem szabad. Pedig szívesen levágtam volna. De hát nem szabad. Ilyet kell csinálni. Lisa. She's gone. Három perc, ez kemény. Itt nem ez volt a lényeg most. Hogy lehet valaki ennyire agyhalott, bazd meg? Nézzétek, hogy miket csináltok itt ezek. Menjél már be az ajtót! Észrevesztek ezek a köcsögök. Hopp! Bonfire, where the hell is a bonfire? Jó, és hol vannak a cuccaim? Amúgy. Keresd meg öreg tüzet. Még most is úgy kell járkálnunk, hogy nem vegyenek észre? Amúgy a cuccainak nem bent kellett volna lennie? Hogy nem? Hát meg kéne venni kávét csinálni amúgy. Na itt az idő. Itt az idő, most már soha. Ezek be vannak állva rendesen. Be vannak szíva. Jó, szerintem az nem lenne nagyon jó, hogy most így egyenesen neki mennénk a ajtónak, nem? Az lehet, hogy annyira nem tetszene itt ezeknek a kopaszoknak. Kerüljük meg a helyzetet. Mondjuk, hogy lehet egy
Hello, szia, annyiba vannak szíve ezek körökre. Zoli, ha levágatod a pecked, és Nunit csináltad, te is használnál ezen információk alapján a hüvelygyűrűt? Nem. De nem vágottam le a pecked. Amúgy. Nem, amíg nem volt olyan társ, amúgy inkább így mondom, mint a barátnő. Egy társ, olyan társ am, akinek mindenféle bajai lettek volna ezekt a hormon tablettáktól meg minden, és nem mesélte volna el a történeteket, addig engem se sűrűn zavart az, hogyha mit tudom egy nő milyen tablettát vagy milyen szart szed. Csak mehet telibe és akkor az bara jó, érted? De az a legnormálisabb, hogyha úgyis senki nem szed semmit és nyomassátok itt azért. Kukkendál ezt. Csak oda kell figyelni. Aztán persze lehet, hogy néha előtt becsúsznak a dolgok. Már mondom, eddig úgy tudom, hogy nincsen gyerekem. Hogy a faszomba kell ott átmenni? Ott vannak az utcok. Szevasz bankai, szia, hello. Hát igen. És ezért mondom, hogy mégsem vagyok még apa. Pedig ott aztán volt előválladék, akármennyi. Érted, még utóválladék is. Meg közben lévő válladék is. Úgyhogy akármilyen válladék között keresgethettél volna. Érted? Még elő is, közben lévő, még utána is. És aztán előről kezdve ugyanez a folyamat, mintha nyomtál volna egy restartot. Szóval jelentkezik majd nálad egy jobb oda. Aha. Rosszkor jöttem? Miért? Mi történt? Mi a baj, bankai? Mit szerettél volna, hogy rosszkor jöttél? Bazzak, hogyan megyek be oda? Így csak rosszkor lehet elmenni, mint pont arról a téváról beszélgetünk. Itt van a bent az utcám, és nem tudok bemenni értük, érted? Mondjuk nem ide kéne jönnöm. Ezek rongyosan vannak szívva. Biztos, hogy tudnék róla amúgy. Szerintem. És nem egyszer történt meg ilyen dolog, érted? Különböző. Mondom, lehet, hogy valakinek olyan birgoncak a dolgai, hogy rögtön megtörténik ott a dolog, de ki tudja. Na, itt van az utcai. What's the deal? Huh? You just drag people in here, fuck with them, steal their shit. And then what, take it all and throw in the bonfire out there? Is that the idea? Jesus Christ. Oh, hello. Oh, hello. Yeah. Got another question. Where's my gun? Hol van a mellényem, köcsög? My gun, my leather jacket, my fucking leather jacket. Who took it? Don't? No. Ne hazudjál. Elvágom a nyakat. You just took it and left not long ago. Join us, brother. A dohányzásról ilyen spermákat? Aha. Imádom ezeket a dolgokat. Minden szarra, amit ugye embereket riogassák minden, és mindent rá lehet fogni mindenre. Mindent is. Ez az. Minden öli. Hogy mitől nem lesz ő terhes. A korlátok. Ezek mindig csak a korlátok.
These are fresh. Na jó, most, hogy van fegyverem, ezért mindenkit megadok. Ezt itt... Ja, hogy nincs töltényem. Jó, akkor nem ölök meg senkit.